Jó estét kívánok, ez az Esti Közelkép, a Debrecen Televízió közéleti műsora. A hétvégén lesz a múzeumok éjszakája. 16 éve ezen az éjszakán, pontosabban a nyári napfordulóhoz közeli hétvégén megnyílnak a múzeumok kapui. Országszerte csaknem 1000-nél több program közül választhatnak az álmatlan érdeklődők. Debrecenben is 10 helyszínen számos program várja a látogatókat. Mint minden évben, különlegességekkel is készülnek a szervezők. Köszöntöm a stúdióban Angi János, a Déri Múzeum igazgatóját. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok önnek is és a nézőknek is. Ugye országszerte 16. alkalom, hogy megnyílnak a múzeumok kapui, Debrecenben 15 éve, egy éve ugye később kezdődött Debrecenben. De ez egy remek gondolat. Én egészen elképedve szoktam nézni évről évre, hogy hogyan kígyóznak a sorok ilyenkor éjszaka a múzeumoknak. Igazgató szerint mi az oka annak, hogy ilyenkor aztán mindenki azt gondolja, hogy múzeumba kell menni, az év többi részén van még 364 nap. Szeretünk valamennyien egy nagyszabású program részévé válni, nekünk ez ünnep mindig, és ugye tudjuk, ha máshonnan nem Shakespeare-től, hogy Szent Iván éjjel minden megtörténhet, és valóban a múzeumok éjszakáján nagyon sok minden történik, Debrecenben is. És a kígyózó sorok? Hát ahhoz, hogy évről évre kígyózó sorokat lehessen felmutatni, vagy pontosabban elérni, ahhoz minden évben kell valami különleges. Sok munka mindenek előtt, nagyon sok erőfeszítés a munkatársak részéről, nagyon sok szellemi energia, nagyon sok szeretet, amivel várjuk a látogatókat. Mikortól kezdik a felkészülést? Hát azt szoktuk kis túlzással mondani, hogy másnap, ahogy véget ér a Múzeumok Éjszakája programsorozat, már azon gondolkodunk, hogy hogyan lehet még előrébb lépni, még gazdagabb programokat, még színesebb kínálatot felvonultatni. Nyilván levonjuk a konzekvenciákat az előző év tapasztalataiból. Idén mivel készülnek? A Déri Múzeumról, hogyha beszélünk, akkor ugye mi 4-5 helyszínen is jelen szoktunk lenni. Magában a Déri Múzeum főépületében, a Déri téren előtte szabadtéri programok sokaságával készülünk, a Medgyesi Emlékmúzeumban, illetve az Irodalomházában, annak az udvarán, és ugye a Modem földszintjén is a mi kiállításunk látható az Antalusztik gyűjteményből, tehát ezeken a helyszíneken mind-mind-mind programokkal. A szenzációja talán a Déri Múzeum főépületének részben az a dán kiállítás lesz, ami Aarhusból érkezik hozzánk. Aarhus tavaly 2017-ben Európa egyik kulturális fővárosa volt, és kitűnő kapcsolatot ápolunk az ottani Muszgor Múzeummal. Az ő jóvoltukból kerül hozzánk egy nagyon izgalmas csatának a emléke. Ez a vikingkor előtti mai Dánia területének, ez az egykori Germánia provincián kívül eső, a Limesen kívül eső terület volt. Egy nagyszabású csata zajlott a második század végén, a harmadik század elején, ugye a Krisztus után vagyunk a császárkorban. És ennek a 21 néhány ezer tárgyi emléke, ami egy rituális sírnak köszönhető, ennek egy része, egy kivonata érkezik hozzánk, viszont a teljes egyéb installációkkal együtt, tehát animációkkal, mi egymással, szerintem egy nagyon izgalmas program lesz majd a Déri Múzeum kupolájában. Ez az egyik része a programnak. A másik pedig az a szarmata lelet, amiről már a Debrecen Televízió is beszámolt, Derecske határában találtuk meg, egy családnak a rendkívüli temetkezése, egy 50 év körüli férfi, egy 21 néhány éves korában elhalálozott hölgy, és valószínűleg a két gyermekük, egy 5-6 évforma kisfiú és egy másfél-két éves kislánynak a közös temetkezése. Ez tudományos szenzáció abban a tekintetben, hogy nagyon ritka az ilyen családi temetkezés. Valamint az is egy tudományos szenzáció, hogy ugyan kifosztották a sírt, de nyilván a sietség miatt azt a kis elszényt, amiben 18 ezüstérme, császárkori ezüstérme találkozik, az ott felejtették, ami nagy örömünkre, ezt meg tudjuk majd mutatni a látogatóknak. De ezen kívül a hagyományos tálatok, a meglévő tálatokban is lesz különleges program, gondolok itt akár az egyiptomi kirándulási lehetőségre. Hogyne, hiszen a Sórezső kapcsán ugye maradt egy olyan hagyaték számunkra, amiről a kiállítást egy 10-12 nappal ezelőtt nyitottuk, és kapcsolódik természetesen az ókori Egyiptomhoz is, hiszen ugye ezt talán mindenki tudja itt Debrecenben, hogy van két szarkofágunk két múmiával, tehát ezek is megtekinthetőek, ezekhez kapcsolódóan is lesznek tálatvezetések a Déri Múzeum főépületében. A Déri Múzeum előtti téren pedig folyamatos programok vannak, 4 órakor a felütést szokás szerint a Bocskai Lövészdandárnak a helyőrségi zenekara adja, akkor indulnak el a programok. És itt talán hadd emeljem ki a nagyon-nagyon-nagyon sok program közül Szétesedén a Mókus 10 órakor kezdődő koncertjét. Ja, miért gondolja azt egy múzeum, hogy a meglévő
tárgyak és különleges tárgyak mellett fontos az, hogy zenés programot olyan élmény nyújtson pluszba a látogatóknak, odaérkezőknek, ami további, tehát még tovább kitolja azt az időt, amit a múzeum közelében tölthet. Miért fontos ez? Mondhatnám, hogy a családok éve van amúgy is, és a múzeumok éjszakájának a vezető országos programja a család, mint olyan. Szeretnénk egész családoknak meghatározó élményt nyújtani, a legkisebb gyermekektől talán az aggasztjánokig, lehet, hogy ez egy picit hozás, de minden esetre az idősebb polgáraink számára is. Nagyon-nagyon fontos, hogy együtt egy közösségi élményt is adjuk, ne csak arról beszéljünk, hogy betévedek a múzeumban, ott végignézem ezeket a kiállításokat, jó esetben kapok még segítséget a múzeum munkatársaitól, a Déri Múzeumban ez egészen biztosan így van, de egy nagy meghatározó közösségi élménynek is azt hiszem szeret mindenki a részesévé válni. Mi pedig ezt a kínálatot meg kívánjuk teremteni a múzeumok éjszakáján. Ugyanez az élmény várja a látogatókat, az érdeklődőket a Medgyessy Múzeumban is. Hogyne, nyitottunk Mesés Birodalom címmel egy kiállítást egy héttel ezelőtt. Hát az én gyermekkoromnak mondhatom azt, a kedvencei szerepelnek itt a 20. század második felének meghatározott meséi, televíziós meséi, rajzfilmjei elmerednek meg figurákkal, programokkal, múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, közösségi élményekkel. És itt is lesznek koncertek egyébként egy a miénknél fiatalabb generáció számára odett talán egy közönségkedvenc az ő koncertje 3-9-kor kezdődik a Medgyessy Múzeum udvarán. És az Irodalmi Múzeum munkatársai is készülnek. Hogyne. Hát ők amúgy is nagyon lelkesek. Tavaly a rejtő kiállításhoz felzárkózott a Bocskai Jogarhoz, és hát ez egy olyan impulzus volt valamennyiük számára, hogy valóban rengeteg ilyen programot állítottak össze, és hát mindig nagyon kedves házigazdák. Úgyhogy én biztatok mindenkit, hogy ne csak a Déri Múzeumban, hanem a Medgyessy Múzeum és az Irodalomházának ugye a közös programjain is vegyenek részt. Ugye ezen kívül a Déri Múzeumhoz kötődő kiállítóhely, vannak máshol is kiállítások. Ilyenkor önök egyeztetnek egymással, például most gondolj csak a Református Kollégium Múzeumára, hogy egymás felé terelni, egymást erősíteni itt a múzeumok éjszakáján, az egymás tárlataira fölhívni a figyelmet, egymás kínálatára fölhívni a figyelmet. Hogyne, ez nekünk nagyon-nagyon fontos, hiszen említette a szerkesztő, hogy 15 éve vannak ezek a közös programok. Eleve az volt a cél, hogy egy leendő múzeumi negyed alapjait meg tudjuk teremteni, és ebben a református egyháznak az intézményei, nem csak a református kollégiumnak a múzeuma, hanem most már a nagy templom, illetve a tavaly megnyílt Szabó Magda emlékház is partnerek. Így aztán azt mondhatom, hogy ez egy nagyon-nagyon szoros együttműködés, egyre szorosabb együttműködés a intézmény, a két intézményhálózat, a városi, illetve a református intézményhálózat között. Igazgató, 15 év tapasztalatára lenne kíváncsi, hogyan látja az, hogy ilyenkor megnyílnak a múzeumok kapuja éjszaka? Az, hogy családok élményt élhet, olyan élményt kaphatnak önöktől, amit egyébként mondjuk a hétköznapokban nem indulnak el. De mégis hogyan látja, van annak eredménye, akár nevelői célzattal, hogy a családok, a gyerekek, a fiatalok többször fordulnak a múzeumok felé. Tehát nem csak az van, hogy bemegyek egy múzeumba, tárlókat látok, nem szabad hozzányúlni, elmegyek egyszer, aztán soha többet nem térek vissza, mert az úgyis múzeum, úgyis ott van. Tehát van olyan nevelő hatása, hogy valóban sikerült elérni azt, hogy a múzeum közelebb kerüljön a családokhoz? Mi ebben bízunk. A kulturális kormányzat egyik nagyon fontos célkitűzése a magas kultúra társadalmasítása. Mi nagyon-nagyon szeretnénk azt elérni valóban, ahogy a kérdésben is benne foglaltatott, hogy egy olyan nemzedék nőjön föl Magyarországon, amelyik számára a múzeumba járás az nem valami fajta ilyen úri huncutság, vagy csak a diplomások számára elérhető dolog, hanem egy valódi közösségi élmény legyen. Igen, ezen nagyon sokat dolgozunk, nagyon sokat próbálunk meg ilyen programok kitalálásán gondolkodni, és hát a statisztika talán az, ami a mellettünk szól, hogy ennek eredményei vannak. Nem nagyon szoktunk dicsekedni, mert ugye távol áll a civis mentalitástól talán a kivagyiság, legalábbis én ebben bízom, de azért hadd mondjam el, hogy tavaly mintegy 60 ezer látogatója volt a debreceni helyszíneknek a múzeumok éjszakáján, Budapesten ez körülbelül 200 ezer volt, és ha a két városnak a lélekszámát, kulturális kínálatát összevetjük, az mellettünk szól, hogy nagyon-nagyon sikeresek voltunk. Ezt már csak megismételni sem lesz könnyű, de rajta vagyunk. Legyen még több látogatóik. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem, és hogy tudósítanak az eseményeinkre. Úgy lesz, úgyhogy mindenkit csak arra buzítok, hogy szombaton irány a múzeumok éjszakája. Köszönöm szépen.
Idén 25 éves a Szent Bazil Oktatási Központ. A Hajdudaragi Görögkatolikus Főegyházmegye legidősebb oktatási intézménye Hajdudaragon, Nyíregyházán, Kisvárdán és Debrecenben működtet óvodát, általános iskolát és középiskolát. A több mint 10 helyszínen számos képzési lehetőséget kínálnak a diákoknak, és nem csak görögkatolikusoknak. Köszöntöm a stúdióban Petini Hegedűs Juditot, a Szent Bazil Oktatási Központ tagintézmény vezető helyettesét, és Szilágyi Gábort, a Oktatási Központ igazgatóját. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok! 25 évvel ezelőtt elkezdődött valami. Ugye nyilván ez a 25 évvel ezelőtti időszak Magyarország életében egyébként nagyon meghatározó. A keresztény felekezetek megerősödnek és visszakapnak intézményeket. Visszakerül a rend a helyére, ahogy szokták mondani. De 25 évvel ezelőtt önök visszakapták Hajdudaragon a középiskolát, innen indult. Hogyan sikerült elkezdeni a visszaépítést? Hajdudaragon ugye már 25 évvel ezelőtt újból elindulhatott a középiskola, amely alapvetően meghatározta az egész magyar görögkatolikusságnak a középiskolai oktatás rendszerét, és amelyet örömmel annak idején dr. Keresztes Szilárd megyés püspök indított el Hajdudaragon. És Hajdudaragon elindult egy úgynevezett elitképzés, és azon belül, az elitképzésen belül értem ez alatt a gimnáziumi osztályokat, és a szakképzés is elindult egyben. És ez szolgálta országos beiskolázás révén, ahogy az előbb is említettem, az egész magyar görögkatolikus egyházat. Tehát 25 évvel ezelőtt sikerült elkezdeni visszaépíteni a görögkatolikus értelmiséget, nevezhetjük így, hiszen gondolom azóta már látják ennek a következményét, hogy bizonyos intézményekben, bizonyos helyszíneken azért olyanok vannak, akikkel annak idején az Alma Materben kapcsolatban voltak. Hogyne, mindenféleképpen érezzük ennek a most már előnyét is nevezhetem így, hiszen nagyon sokszor szembe köszönnek velünk, hiszen nagyon sok pap, több mint 70 pap jött ki az intézményből azóta, számtalan orvos, számtalan jogász, és itt Debrecenben is sokszor, amikor Piac utcán végigmegyek, nincs olyan, hogy egy hatalmas nagy ember ne ölelne, hát nem tudom mire vélni, de utólag kiderül, hogy intézményünknek a tanulója volt, diákja volt. Mennyire volt nehéz elkezdeni? Tehát mennyire volt nehéz az az időszak, amikor az első lépéseket meg kell tenni, a szülőket meg kellett szólítani, hogy most már van itt egy ilyen intézmény. Igaz, hogy újra kellett kezdeni, igaz, hogy teljesen szinte a nulláról kellett felépíteni, de mégis bízzák oda a gyermeküket, higgyenek önöknek. Igen. Hát 1990-es években azért még az egyházi iskoláknak hatalmas volt a nimbusza, és elsősorban ezt a szerzetesek és a történelmi egyházak valósították meg annak idején, és az országos beiskolázás révén unikum volt a katolikus egyház szinterén az, hogy mi görögkatolikusok szintén országosan fel tudunk mutatni egy középiskolát, és bátran adták ide elsősorban azok a görögkatolikusok, akik elhivatott hívő családok gyermeküket szívesen bízták ránk. És nem csak Hajdudaragról. Nem csak Hajdudaragról, az előbb már említettem, hogy országos beiskolázású intézményről van szó. Hát úgy zárójelben jegyzem meg, hogy ősztől Kőszegről is lesz diákunk, de jelenleg van a Felvidékről, Kárpátaljáról és Erdélyből is diákunk. A kollégium egynegyed részét a határon túli magyar diákok teszik ki. És hát nagyon fontos, hogy el is hangzott öntől, hogy nem csak gimnáziumot indítottak már az elején, hanem szakképzésben is gondolkodtak. Ez miért volt fontos? Azért volt fontos, mert Kelet-Magyarországra a mezőgazdaság volt az, ami meghatározó jellegű volt. Annak idején a TSZ-ek felbomlásával a családok hozzájutottak mezőgazdasági vállalkozásokhoz, és a mezőgazdaság területén indítottunk el képzést, és nem utolsó sorban pedig a vendéglátás területén volt az, amit úgy gondoltunk, hogy fontos, hogy beindítsuk ezt a fajta képzést is az intézményünkben. 25 év alatt kinőtték a falakat, és Hajdudaragot is. 25 év hosszú idő, de a Kocsis Fülöp érsek metropolita atya jó voltából, az ő merész vállalkozásából kifolyólag 2017 szeptemberében Kisvárdán, Nyíregyházán és ahogy a felkonferálásban elhangzott Debrecenben is átvettünk intézményeket, amelyeket a Szent Bazil Oktatási Központhoz csatoltunk, amelyek középiskolák és szakképzési intézmények. Debrecenben mit vettek át?
mit működtetnek azóta, és most már akkor egy éve. Így van, egy éve átvették. Korábban Telegdi Kata, illetve Tesedik Sámuel szakképzőiskola néven futott az intézményünk, viszont most szeptembertől csatlakoztunk a Szent Bazil Görögkatolikus Egyházhoz, illetve iskolához, és itt korábban is szakképzői folyamok voltak javarészt, illetve esti érettségi folyt nálunk. Egy év alatt hogyan tapasztalták, mennyire befogadták el az ott lévő diákok azt, hogy megváltozik a szerkezet, szabad így fogalmazni profán és csúnya módon, hogy a fejük fölött közben döntöttek, és görögkatolikus lett az intézmény. Alapvetően nagyon gördülékeny volt az átállás. Én úgy gondolom, hogy minden tanuló igazából egyöntetően örült ennek a változásnak, mert Kis László lelkész személyében kaptunk egy plusz embert, aki, hát akárhogy nézzük, igazából vannak hátrányos helyzetű gyerekeink, és őket maximálisan támogatja, plusz közösségi programokat szokott nekik szervezni, illetve tényleg maga az, hogy lelki oldalról megközelíteni nekik ezt a mindennapokat lényegében, az nagyon sokat jelentett számukra. Ugye ez egy nagyon fontos kérdés, hogy aki nem élt addig mondjuk lelkész egyház közelében, és találkozik az a lehetősége, hogy az iskolában van valaki, akivel lehet lelki dolgokra beszélgetni, nem csak a tanulmányokról, hanem meg el lehet mondani a problémát. Nyilván, amit az osztályfőnökök megtesznek mondjuk egy állami intézményben, de hát itt sokkal közelebb, sőt, tanácsokat kapnak. Megnyílnak a gyerekek, kinyitják az ajtót? Keresik a lehetőséget, igen. Tehát nagyon szeretik ezeket az alkalmakat, amikor tudnak beszélgetni, és igazából egy számukra idegen, de mégse idegentől kapnak olyan tanácsokat, amit olykor esetleg nem mernek másnak elmondani. Ezen túl, hogy van egy ilyen plusz ember és lelki segítő, miben változott meg még a működése az intézménynek? Miben érzékelhető? Alapvetően úgy gondolom, hogy az alapműködésünk nem változott. Tehát tényleg a képzéseink azok ugyanolyanok lettek. Tényleg én azt mondom, hogy más változást én személy szerint nem érzékelek. Egy év eltelt, nyilván túl vannak a felvételi időszakon, látják, hogy szeptembertől kik érkeznek majd az intézménybe. Mennyire volt vonzó az a szülők szemében, hogyan tapasztalták? Vagy éppen taszító, hogy ez közben nem állami fenntartás, hanem görögkatolikus intézmény? Sokan nem tudják a névváltozást, és igazából ezért a felvételivel keresték volna a korábbi iskola nevet, és nem találták meg, hogy a Szent Bazil Oktatási Központba kell nekik jönni, tehát igazából ez háttérbe szorult alapvetően, de nem hátrált a túltényező maga az, hogy görögkatolikus intézménybe kell nekik járni. Tehát ugyanúgy megtalálták. Na most a szakmai felhozatal ugyanazt kínálják, vagy éppen figyelik azt, hogy a piac, a munkaerőpiac milyen igényeket támaszt a szakképzők felé? Tudják-e követni? Valamilyen szinten nyilván változtatunk, vannak sikerszakmáink, ilyen például az eladó, szakács, pincér, fodrász, kozmetikus szakma, illetve a vámjövedék és termékdíj ügyintéző, ezek nagyon keresett szakmák, viszont emellé nyilván változtatni is kell a hozzáállásunkon, mert követni kell a piacot alapvetően, tehát ehhez vállalkozási mérleképes könyvelő szakma, pénzügyi számviteli ügyintéző, vendéglátás szervezők és gyermekgondozó képzések is társulnak. Tehát tényleg igazából úgy gondoljuk, hogy ezek keresett szakmák lesznek majd a közeljövőben. Igazgató úr, látjuk egy évvel ezelőtt mi történt. Mi a terv? Van-e következő lépés? Hogyne. Én nagyon örülök neki, hogy a átvett telephelyeken mind a pedagógusok, mind a diákok pozitívan fogadtak bennünket. Én is ezt tapasztalom, de tovább fejlődünk, hiszen ebben az évben szónokit is bekapcsoljuk a Szent Bazil Oktatási Központba, ahol szintén szeretnénk elindítani a szakképzést, és nem utolsó sorban pedig iparkodunk minden hátrányos diák számára lehetőséget teremteni ahhoz, hogy tanuljon, szakmát kapjon, és elinduljon az életbe papírokkal, olyan papírokkal, amelyekkel, mint szakemberek megállják a helyüket. Na hát sok erőt kívánok, és áldást a képzéshez, a jövendőhöz, a következő lépéshez, és valóban, hogy a kiérkező fiatalok, diákok átérezzék, hogy azon túl, hogy van szakmájuk, a lelkük is a helyén van. Köszönöm szépen, elfogadtak a meghívást. Köszönjük szépen. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra.